Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok. Tekintsék meg, mit kínálunk a mai műsorunkban. Pályáznak az illegális hulladéklerakók felszámolására. Elkezdődött a farsangi időszak Bátaszéken is. Irodalmi felolvasó színházi előadás Bátaszéken. Több ezer köbméternyi illegálisan lerakott szemét hever Bátaszék területén. A város önkormányzata ezt évről évre igyekszik kezelni, de önerőből megszüntetni nem tudják. Most ennek a folyamatnak a támogatására is lehetőséget ad a Top Plus projekt, hiszen a környezetszennyező szétszórt hulladékok felszámolására is pályázhatnak a települések. Bátaszék is beadja tenderét és bízik a pozitív elbírálásban. Ez csak egy azon illegális szeméthalmokból, ami Bátaszékben és külterületein megtalálhatók. A Top Plus keretein belül az ilyen helyek felszámolására is írtak ki pályázatot, a városvezetés pedig úgy döntött, támogatást kér, hogy tovább folytathassa az illegális szemétlerakók eltávolítását. Városunknak volt egy régi hulladéklerakója, ami egy korábbi pályázat keretében már részben rekultiválásra került, viszont az utolsó takaró rétegek felvitelére már abban a pályázatban nem volt lehetőség. Ezért úgy döntött a város vezetése, hogy véglegesen meg tudjuk szüntetni ezt a környezetvédelmi legterhelő pontot, ezért szeretnénk erre pályázatot benyújtani. És hát az évek alatt kialakult egy újabb ilyen hulladék lerakó pont, itt Bátaszék határában. Ennek a felszámolását már önerőből megkezdtük, hiszen az elmúlt esztendőben a város 2 millió forintot elkülönített a hulladéklerakónak a felszámolására, de mivel olyan mértékű és mennyiségű hulladék halmozódott itt föl, hogy a költségvetés forrásainak igénybevételével hát ez nagyjából egy 20 éves folyamat lenne, hogy ezt meg tudjuk szüntetni. Ezért döntöttünk úgy, hogy ezt az illegális hulladéklerakó felszámolását is pályázati forrásból szeretnénk megtenni. Ez a hulladéklerakó, amit mögöttünk áll, ez 20 ezer köbméternyi ide halmozott hulladékot tartalmazhat, ami zömében építési törmelék lehet, illetve azt gondoljuk, hogy még növényi hulladék, ami hála jó Istennek azért lebomlik és nem annyira veszélyes a környezetre. Vannak még tudomásunk külterületi helyeken hulladéklerakókról, amelyek már talán nincsenek olyan értelemben forgalomban, tehát nem hordanak már oda az emberek hulladékot, de azoknak a felszámolása az érdetlen összeget jelentene. Pedig ez a következő lépés, ezért is reméli a városvezetés, hogy a beadott pályázat idén sikeres elbírálásban részesül, és ezzel szebbé és tisztábbá tehetik a település környezetét. Reméljük, hogy így egy kicsit ezen a területen is előre tudunk majd lépni, és hát reméljük, hogy szemléletformáló is lesz a városnak ez az elképzelése és ennek a pályázatnak a megvalósítása. Bízom benne, hogyha bátaszéki polgárok is tapasztalják majd, hogy milyen irdatlan összegeket fordítunk majd ezeknek a felszámolására, amelyet jó esetben városszépítési vagy jóléti feladatokra is lehetne fordítani, akkor meggondolják, hogy hogyan helyezik el a hulladékot, akkor, amikor hulladékudvarral rendelkezünk, akkor, amikor heti hulladékszállítás van, amikor időszakonként zöld hulladék elszállítására is szinte térítésmentesen, illetve abban a díjban, amit fizetnünk kell, megvan a lehetőség. Át kéne gondolni, mert irdatlan mennyiségű pénzt költünk felesleges feladatokra. Minden olyan lehetőséget megragadtunk az elmúlt időszakban, ami már ezen a területen megjelent. Már részt vettünk 2 évvel ezelőtt egy illegális hulladéklerakó felszámolásában. Ettől a helyszíntől mintegy 1,5 kilométerre ott is közel 600 köbméternyi hulladékot távolítottunk el pályázati forrásból. Tavaly is pályáztunk többek között ennek az illegális hulladéklerakónak a felszámolására. Nem nyertünk rá forrást, tehát mindig figyeljük azokat a lehetőséget, hogy hol tudunk erre pénzt szerezni. Reméljük, hogy a Top Plus forráson belül meg lesznek a fedezetek, hogy ezeket a hulladéklerakókat megszüntessük és eltakarítsuk. Tavaly január óta az illegális szemétlerakásért akár börtönbüntetést is kaphatnak az elkövetők. A farsang évszázadok óta a télűző és a tavaszváró mulatozások időszaka. Számos hagyomány és szokás kötődik hozzá. Bátaszéken a felvidéki, székely és német nemzetiségi egyesületek elnökei beszéltek arról,
Hogy idén ők a vírus veszélyeztetettség közepette, milyen formában és hogyan tartják meg a farsangi mulatságukat. Január 6-án vízkereszt napjával lezárult a karácsonyi ünnepkör, és elkezdődött a télbúcsúztató, tavaszváró időszak, a húsvét előtti 40 napos bőjt kezdetéig, hamvazó szerdáig tartó farsangi időszak. A farsangkor sok néphagyomány kötődik, a jelmezes báloktól kezdve a táncmulatságokon át a fánksütésig. Bátaszéken a felvidéki, sváb és a Székely Nemzetiségi Egyesületek elnökei beszéltek arról, hogy az idei évben hogyan készülnek a farsangi időszakra. A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület több korcsoportban működik, így az egyesület igyekszik mindig olyan programokat szervezni, amikben a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki örömét leli. Kalmár Éva az egyesület elnöke beszélt arról, hogy náluk mit is jelent a farsang, hogyan készülnek idén a téltemetésre. A legkisebbeknek farsangi kézműves délután testet tervezünk. Ide a tipegők, aprók és utánpótlás csoport gyermekeit fogjuk várni. A felnőttekkel tervezünk egy egész napos táncpróbát február végére, amit úgy szeretnénk befejezni, hogy egy farsangi mulatságba menjen át a dolog, tehát egy farsangolással fogjuk lezárni azt a napot, illetve összehívjuk az összes csoport táncosait, és akkor egy házi jelmez versenyt, illetve fánksütő versenyt szeretnénk megtartani. A tagok és a szülők nagyon lelkesek, tehát az anyukák már vásárolják a jelmezeket, ő maguknak is, tehát a felnőttek is beöltöznek. Nagyon lelkesen beneveznek a fánksütő versenybe, tehát én azt gondolom, hogy fánkban sem lesz hiány. Kalmár Éva azt is elmondta, ha a vírus helyzet engedi, akkor szeretnék a tervezett programokat megtartani, de csak az egyesület keretein belül, zárt körben, és bízik abban, hogy így is jó hangulat és önfelett mulatság lesz, hiszen a farsangnak erről kell szólnia. Ugye régen is számtalan hiedelem és hagyomány kötődött farsang időszakához, ugye vízkeresztől hamvazó szerdáig beszélünk a farsangról. A hamvazó szerdát megelőző húshagyó kedden van ugye a farsang utolsó napja. Mi ezt nem szoktuk tartani, főként azért, mert fiatalok, tehát zömében gyerekek és fiatalkorúak vannak az egyesületünkben, és ugye évfélig tartó mulatozás az egy keddi napon, tehát nem nagyon működőképes, de ugye a székelyek tartják a húshagyó keddet, és elképzelhető, hogy csatlakozunk hozzájuk, tehát elmegyünk és részt veszünk, és közösen fogjuk ezt a húshagyó keddet megülni, lezárni a farsangi időszakot. Ugye a farsang az a mulatozás, az önfelett szórakozásnak az ideje. Régen is ezért volt ugye ez a farsangi időszak, és ezért is húztak állarcot, illetve maszkokat. A farsang elengedhetetlen kelléke a fánk. Számos hiedelem kapcsolódik hozzá, erről is beszélt Kalmár Éva. Ugye a farsang a báloknak, a lakodalmaknak az időszaka. Régen ilyenkor történt a párválasztás, és a fánk kapcsolatban is számos ilyen párválasztó hiedelem van. Például az a lány adott fánkot a fiúnak, akinek tetszett a legény. Tehát a kijelöltjének, a szerelmének adta, sütötte a fánkot, illetve azt mondják, hogyha két fiatal egyszerre tört ketté egy fánkot, akkor az azt jelezte, hogy az esküvő az biztosított, tehát biztos, hogy egybe fognak kelni, mert ugye a fánkot körbe futó szalag az a jeggyűrűt jelképezi. A bátaszéki székelyek is készülnek idén a farsang időszakra. Molnár Péter, az egyesület elnöke beszélt arról, hogy hogyan tervezik idén a mulatságot. A farsang az minden évben egy változó időintervallumot ölel fel, ugye vízkereszttől kezdődik, és egészen húshagyó keddig tart. Minden évben azon múlik, hogy a húsvét milyen dátumra esik, és ezáltal egy hosszabb vagy rövidebb időszakról beszélhetünk. Ez ebben az évben egy aránylag rövid időszakra tehető, de azért igyekszünk tartalommal megtölteni.
A Székely Unokák Báját 6. alkalommal tartjuk meg. A 7. lenne, de tavaly a pandémia miatt el kellett maradjon. Viszont olyan szintű lelkesedés volt és megkeresés volt, hogy az idei évben természetesen betartva minden szabályozást, de megtartjuk a Székely Unokák Báját. Ez most 29-én, január 29-én lesz. Hogy mit tervezünk még, vannak kis táncosaink, vannak nagy táncosaink, szeretnénk nekik jelmezbált farsangot tartani itt a saját házunkban. Az, hogy ez mikor valósulhat meg, ez nyilván azon fog múlani, hogy melyik korcsoportot éppen mikor teszi karanténba, és hogy nyilván ahhoz kell igazodjunk, amikor a legtöbb gyermek el tud jönni, illetve amikor a legtöbb felnőtt részt tud venni benne. Ami pedig majd a farsangnak a lezárása lesz, az február 26-a, az a szokásos disznóvágásunk, majd az azt követő a húshagyó kedden, igazából a húshagyati bál. A farsang időszakon túl a Székelyek baráti köre minden hónapban gasztronómiai napot tart, ahol a hagyományos székely ételeket főzik meg. Ez azt jelenti, hogy kilövünk egy szombatot, vagy pénteket, szintén ahhoz igazodunk, hogy minél több embernek jó legyen, és hagyományos székelyes ételeket készítünk. Januárban ez most szombaton fog megvalósulni, savanyú oldalas készül, abban nem vagyok elég okos, hogy ez mennyiben kapcsolódik a farsanghoz, de azt gondolom, hogy ha jó kedvel és jó hangulattal sok ember összejön, akkor ezt nevezhetjük akár annak is. Két éve akkor fánkot sütöttünk, ez időtájt. Most úgy gondoljuk, hogy van egy receptes könyvünk, és az alapján szépen haladunk, és megpróbálunk minél több székelyes ételt elkészíteni. Ha kapcsolódik az adott időszakhoz, akkor annak mondjuk, ha nem, akkor pedig mégiscsak úgy fogyasszuk el jó hangulatban, ahogy farsangba illik. A Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület idén nem tartja meg a farsangibát, egyrészt a kialakult vírushelyzet miatt, másrészt még felújítás alatt van a közösségi épületük, így helyhiány miatt sem tudják megszervezni a mulatságot, mondta el Kardos Gábor, az egyesület elnöke. Bízom benne, hogy ezt egy tavaszi nemzetiségi nappal itt a Német Ház udvarán és addigra elkészülő termeiben már pótolni tudjuk, ahol azért egy picit összejöhetünk és kárpótol bennünket a most elmaradt báli szezonért. Bár idén egyelőre elmarad a farsangi mulatság, régen viszont rendszeresen és hagyományőrző módon ünnepelték meg a téltemető tavaszváró időszakot Bátaszéken a német nemzetiségiek, mondta el Kardos Gábor. A farsangi időszak kezdete az hagyományosan úgy zajlott, hogy úgymond befújták a farsangot. Trombita szóval, kolomb szóval az utcákat járva jelezték a lakosságnak, hogy megkezdődött a farsangi időszak. A bálok úgy zajlottak, hogy szombaton felkeresték a közösségi helységeket, szombat délután feldíszítették ezeket, vasárnap az utcán gyülekeztek, zeneszóra vonultak be a termekbe, ugye ilyenkor a lányok, asszonyok felvették a legszebb ruháikat, és tartott egészen hétfő reggelig a bálozás. A farsang időszak végén hangos kolompolással és ricsajjal lefújták a farsangot, elmondták, hogy véget ért a mulatozás időszaka, de ennek is megvolt a maga rituáléja, tette hozzá Kardos Gábor. Az utolsó összejövetel az mindig kedden délután volt, éjfélkor mindenkinek tisztán, józanul haza kellett térjen. A hamvazó szerda egy nagyon fontos ünnep volt, akinek nem volt egyéb teendője, hamvazó szerdán biztos, hogy a bátaszéki németek mind a templomba gyűltek, mind a templomot látogatták, és ezt követően csütörtökön kezdődött az, talán úgy fordíthatná, az öregasszony farsang. Öregasszony farsang nem feltétlenül az idősebb hölgyekről szólt, sőt, kimondottan a fiatal, házasolandó lányokról, akiket felkerestek a legények, egy tyukot fogtak a csirkeudvarba, tyukudvarba egy tyukot levágták, a fáskamrából hoztak némi tűzifát, voltak olyan házak is, ahol előre ez már ki volt készítve, összejöttek a saját egyesületeiknek a
házainál, megfőzték a csirkepaprikást, nem mulatoztak, de összegyűltek, mindenképpen közösen történt, töltötték el ezt a napot, semmiképpen nem mulatsággal, hiszen ez már böjti időszak. Ledíszítették, elvégezték a takarítási munkálatokat a termeikbe, és este otthonaikba távoztak, tehát ezzel fejeződött be a farsangi időszak Bátaszéken. Különleges irodalmi felolvasó színházi előadással vártak az érdeklődőket a Petőfi Sándor Művelődési Házban Bátaszéken. A szervezők a Téglaégető Dala című előadással tisztelektek az évezredes magyar hagyományok, a nemzeti tudat és a múltat idéző tárgyi és szellemi értékek előtt. Bátaszéken a Magyar Kultúra napján egy ingyenes, felolvasó színházi előadáson vehettek részt azok, akik ellátogattak a Petőfi Sándor Művelődési Házba. A Téglaégető Dala, Mészöly Miklós Vadvizek és Ballada az Úrfiról és a Mosónő lányáról című novellái alapján készült. Két Tolna megyei származású író rendezte egy szöveggé. Az előadás a két világháború között játszódik. Ez a mű konkrétan néhány évvel ezelőtt a Mészöly Miklós Egyesület felkérésére készült, és kettő Mészöly novella alapján írták az alkotók. Eleve felolvasó színházi produkciót kértek tőlük, tehát az írásos verziót is így kérte az Egyesület, és úgy is valósult meg akkor. Ez a mostani variáció egy új verziója az előadásnak, tehát más a szereposztás, más a rendezés, tehát egy másabb produkció jött létre, aminek az apropója pedig az volt, hogy ugye 2021-ben ünnepeltük Mészöly Miklós születésének 100. évfordulóját, és ez tavaly novemberben, tehát nem régen készült el ebben az új formációban, és most másodszor adjuk ezt elő tulajdonképpen ebben a formációban, itt Bátaszéken, mert meghívtak minket, és örömmel jöttünk. Az Úristen teremtette, kurva szívet adott bele, ha nem hiszed, nézzél bele. Kipallagtam a tanyára, rám feküdtem a babámra, hallottam kell megfúlnia, rám feküdtem az Úrfira. Ez igazából egy családi történet. Négy szereplőnk van, apa, anya, az ő fiúk, és egy úgynevezett téglaégető asszony. Van egy anya-apa, akik ugye férfeleség, egy hosszú kapcsolat, ez már ugye egy régi-régi házasság, aminek gondolhatjuk, hogy megvannak a maga problémái. És van egy felnőtt fiúk, aki ugye bontogatja a szárnyait, és hát ez a téglaégető asszony, akivel neki viszonya van tulajdonképpen. És a darab, ez ilyen kis mikrojelenetekből áll, tehát mondhatnám azt, hogy ilyen kis töredékekből, ami egyébként érdekes az alkotók részéről, hiszen abszolút párhuzamba állítható Mészöly Miklós írásművészetével, ugyanis ő főként elbeszélőként ismerjük, tehát főként a novelláit, regényeit, de verse, drámát is írt, tehát hogy ő rá is jellemző ez a töredékes szerkesztettség. Tehát, hogy történnek ezek a mikrojelenetek, és aztán a végére kiderül, tehát konfliktusuk ugye nyilván, mint minden drámában, a végére kiderül egy nagy dolog, amit most nem fog elárulni, és ahogyha majd egyszer megnézi a kedves közönség, a nézők, akkor tudják meg, nem szeretném lenni a poént, hogy mi történik a végén. És hát úgy megyünk el, azt gondolom, legalábbis ez volt a tapasztalat, hogy a nézők úgy mennek el az előadás végén, hogy kicsit úgy megáll a levegő. Tehát olyan csattanója van igazából a történetnek. Ellenér úrfi, ugye szólíthatom így? Olyan furcsa, ellenér úrfi. Te meg gyönyörű baján. Boldog lehetett a férj. Igaz, hogy a mészároság után a udvarol az úrfi? Mit úrfi szól? Gúnyolódni akar? Hát jó. A felolvasó színház lényege,
hogy nem fejből idézett interakciókból áll, hanem az előadók végig olvassák a szöveget. Nyilván nem úgy, mint amikor könyvet olvasunk, hogy belebújunk a papírba, hanem viszonylag már könnyen, szinte magától működik a szöveg, belenézünk nyilván a szövegbe. És ugye ez azt jelenti főként, nem csak az olvasás része, ami más, hanem hogy nincsen sok fizikai, testi kontaktus, akció. Semmi örömünk benne. Ezért beszéltél rá, hogy írassuk a nevedre? Hagyd a jelentet, Anni. Hát ki sem mentünk a nyáron. Hát te nem. Eladom. Szó sem lehet róla. Az enyém. A tied. Az a pár lisztharmatos almafa. Jobb most megszabadulni tőle. Kerítettem rá egy jó vevő. Nem adom. Pedig szamár. 6000-et kínálnak érte. 1800 óta miénk? Csak nyüglődünk benne. Az elemér is imádja. Az elemér inkább az akadémiával foglalkozom. Minimális mozgás van a darabban, minimális helyzetváltoztatás, minimális akció, inkább a szöveg, a hangzás, a szövegnek a tartalma, a zeneisége, és az, ami viszi az egész előadást, illetve az, ugye, ahogy mi a testtartásunkkal, az arcunkkal, a mimikánkkal, enyhén kicsit gesztus, plusz a gesztusok, ugye, amivel dolgozunk. Ugye egy normál színházi előadásban folyamatos mozgás van, folyamatos testi játék, és sokkal szűkebb az eszköztár, ugye, amit használni tudunk, és ettől van ennek egy érdekessége. És ez a szöveg például, ugye, mert direkt felolvasó színházi produkció megvalósítására íródott, olyan is egyébként, amit nem is nagyon tudnánk elképzelni más megvalósításban. Ha talán túlszónak vélhető a ma állítás, hogy minden nő egyszer s mint hisztérika is, úgy mégsem tagadható, hogy közel áll a valósághoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!